Látványos növekedést produkáltak a miniszterelnök családtagjainak cégei az elmúlt években, állítja a Direkt 36. A portál szerint a bevétel egy része rejtett állami munkákból származhat. Zöldi Blankát kérdezzük. Vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményez a miniszterelnökkel és feleségével szemben az Együtt. A pár szerint ugyanis nincs rendben, hogy a kormányfő családjának rejtett jövedelmei lehetnek. Juhász Péterrel beszélgetünk. Ez a két dolog, hogy összeér. Újra jó estét kívánok, különösen azoknak, akik mostanában csatlakoznak hozzánk. Hát szóval a rejtett állami jövedelmek nyomába eredt a Direkt 36 újságírója Zöldi Blanka, akit szeretettel köszöntök, jó estét kívánok. Hogyan lehetnek állami munkák rejtettek? Ezt hogy kell értenünk? Ezt pontosan úgy kell rejteni, hogy ezek az állami munkák, ugye a közbeszerzéseken azok a vállalatok, akik a közbeszerzést megnyerik és fővállalkozóként részt vesznek, azoknak szerepelniük kell egy nyilvános adatbázisban, bárki felmehet a közbeszerzés.hu weboldalra, ott ezeket megnézheti. Viszont az, hogy ezeknek a fővállalkozóknak kik szállítanak be például az építéshez alapanyagokat, ezek nem szerepelnek ilyen adatbázisokban, és ez például a Direkt 36-nál Pető András kollégámmal ilyen hosszú hónapokon át tartó munkával tudtuk igazából csak kideríteni, hogy pontosan kik voltak a beszállítók. Hát modellezzük le, mert van is egy ilyen története, hogy akkor még a közgép a kormányzat szeretett cége volt, Simicska Lajos nagyvállalata, ami az az önök története. A közgép nyer egy pályázatot, közbeszerzésen elnyer egy nagy beruházást, és nem kell nyilvánosságra hoznia, hogy kiket bíz meg az apró munkával, amely lehet apró munkaként a teljes beruházás is, alvállalkozó és kész. Igaz? Hát úgy van konkrétan, azt hiszem, hogy megvan az adva, hogy amikor alvállalkozóként alkalmaznak valakit, akkor azt hiszem, hogy 10% fölött meg kell jelentetni a nyilvános adatbázisokban. Hát viszont, akkor 9,9 lesz. Sokszor. Igen, viszont ugye az Orbán érdekeltségbe tartozó cégek, Orbán Győző és Orbánnak a testvérei érdekeltségbe tartozó cégek, ők beszállítóként vettek részt ezeken a közbeszerzéseken, amiket mi vizsgáltunk. Milyen összegeknek jutottak a nyomára? Meg gondolom a nézőket a pénzügyi része is érdekel. Mekkora pénzről van itt szó? Természetesen ez minket is nagyon-nagyon érdekelt, valami meg is kérdeztük ugye az összes céget, hogy pontosan ezekből az állam munkákból mekkora bevételük származott, viszont sajnos nem válaszoltak a kérdéseinkre. Azok a dokumentumok, amiket mi láttunk... Egyik se, bocsánat, közül egyik se válaszolt? Tehát elküldtük az összes cégnek a kérdéseinket, és nem, sajnos nem kaptunk választ. Tehát annyit se, hogy ezek az adatok nem nyilvánosak, annyit se, hogy ezek üzleti, semmit? Mintha nem is írtak volna? Hát igen, az Orbán érdekeltségektől konkrétan nem kaptunk visszajelzést. Kezdem érteni, hogy mit jelent a rejtett állami munka. Hát olyan szempontból végül is hozzá lehet férni ezekhez az adatokhoz, hogy az Érdi és a budapesti csatornázás esetében mi ugye kapcsolatba léptünk a projektmenedzser cégekkel, és akkor ugye mondjuk a budapesti beszerzésnél először a fővárostól kellett egy engedélykérni, hogy megmutathassák a dokumentumokat, utána egyébként nagyon segítőkészen megmutatták, csak ebben ugye az a nehéz, hogy amikor az ember elkezd ezzel a témával foglalkozni, akkor több ezer elkészült oldalnyi projektdokumentumból azt se tudja, hogy pontosan ezeket a projektdokumentumokat hogy hívják, mit kell kikérni, hol kell ezeknek utána nézni, tehát hogy ez egy ilyen iszonyú hosszú folyamat. Orbán Győző, Orbán Viktor édesapjának a cégei voltak, amit kerestek, ha jól sejtem, ugye? Ezek a bizonyos azokra a cégek, ahogy azt egyszerűen szokták a sajtóban nevezni. Gánt központúak, amik az egyik Székesfehérváron is van bejegyezve, de igen, tehát az Orbán család érdekeltségére koncentráltunk. És ezen a nyomon tudtak tovább menni, hogy mi van még ebben a körben benne. Még egyszer kérdezem, milyen összegre jutottak? Tehát mennyi pénzről beszélünk itt, amikor arról beszélünk, hogy furcsa módon rejtett állami beszerzések, beruházások kapcsán kerül elő az Orbán család? Hát olyan fogózkodóink vannak például, hogy mind a budapesti, mind az érdi beruházás, csatorna beruházásokról beszélünk. Nagyban EU-s támogatott források, ezeknek ilyen több 10 milliárdos költségvetésükben, tehát ilyen 30 milliárd forint környékén. Azt tudjuk, hogy pontosan milyen betonelemeket szállítottak be a cégek, mennyi zúzott követ, stb. Ezt a szállítólevelekből kitűnik, illetve az is, hogy pontosan milyen típusú termékeket szállítottak be. Viszont mivel az Orbán érdekeltségébe tartozó cégek nem közölnek árlistát a honlapjaikon, ezért ezt nem tudjuk
pontosan megállapítani. Azt viszont megnézték, hogy 2013 óta, bizonyos értelemben fontos ez a dátum, ezek a cégek megkétszerezték az árbevételüket, ami azért elég sokat mondó, addig sem ment rosszul, nekik azt mondják. Hát addig sem ment rosszul, viszont például van egy Nehézkő nevezetű cég, amely sokáig Orbán Viktor édesapja, illetve a két testvére által volt tulajdonolt, majd az elmúlt év végén Orbán Áronnak az egyedüli tulajdonába került. Az például sokáig ilyen pár százmilliós árbevétel termelt, és utána nagyon nagy ugrással, körülbelül 1,7 milliárd forintos volt a legutóbb. Hát rettül a Nehézkő, hogy a költő mondta. Ez az 5,2 milliárdos bevétel és annak a 30%-a, mint profit, ez melyik cégben keletkezett? Ez a 2015-ös adat volt, amit itt önök igen, ezt úgy számoltuk, hogy összeadtuk az összes céget, tehát az összes Orbán család érdekeltségébe tartozó céget, és akkor ez egy ilyen összesített adat, akik a bányászattal, betonelemek gyártásával, beszállításával, meg szállítmányozással foglalkoznak. Tehát amire ráláttak, abból mondjuk 5,2 milliárd volt a bevétel, és 30%-nyi profitot, azt minek alapján állapították meg? Hát ezt is ugye meg lehet nézni, hogy pontosan mekkora volt az eredménye az egyes években a cégeknek. Ezek nem becsült számok. Nem, ez mindig nyilvánosan. Találtak-e olyat, mert azt lehet mondani, hogy van jogi aggály ezzel kapcsolatban, mert lehet etikai kérdéseket ebben az ügyben feszegetni, de igazából a jog nagyon ritkán és nagyon nehézkesen tudja valahogyan szankcionálni. Van más, amit találtak? Hát mi pontosan arra tudunk rámutatni, a cikken keresztül, hogy a miniszterelnöknek a családja részt vesz közbeszerzéseken, tehát hogy ebből részesül, és mi ezt tudjuk állítani, és ezt úgy érezzük, hogy ugye az állampolgároknak joguk van tudni. Ami ez törvénytelen? Ez önmagában még nem törvénytelen természetesen, tehát hogy persze részt vehetnek. Mi azt mondjuk, hogy ennek tehát nyilvánosnak kell lennie. Nem, persze egyébként, mert biztos van a világban 201 néhány ország közül valamelyik, amelyikben mikor ez nem lenne szabad. Mikor egy ideáltipikus esetről beszélünk. Igen, tulajdonképpen igen. Az, amit most itt találtak, az egy zárt kör. Tehát ez tulajdonképpen Orbán Viktor testvére és édesapja világa. Itt a gyerekek semmilyen módon nincsenek benne, itt mindig Orbán Ráhelyt szokták emlegetni. Ezekben az ügyekben Orbán Viktor gyermekei nincsenek benne, ugye? Tehát nem, ezekben. Hangsúlyozottan nem róluk szól. Nem. Érdekes. Tudnak itt tovább menni ezen a vonalon, vagy ez a vonal ez eddig tartott, itt megáll? Nem, hát abszolút nem eddig tartott. Ugye most találtunk egyrészt ugye két konkrét beruházás, de ezen kívül ugye a kollégám Pető András például a Gánti bányából elindulva kamionokat követett, és csak így tudta meg tudni, hogy a Kolasz egy jelentős építőipari cégnek a bányája, vagy az aszfaltkeverő telepére szállít az Orbán Győző cége. Ami szintén nem tiltott természetesen. Szintén nem tiltott, de ez mind olyan nyom, aminen lehet indulni, és ezek után pedig ugye még több olyan közbeszerzést is meg lehet vizsgálni, ahol feltehető az, hogy esetleg tehát hol használtak például betontermékeket, hol kell követ beszállítani, ezek mind olyan termékek, amelyekkel hát foglalkoznak. Ez az igazi oknyomozás, szép munkát végeznek. Azt tudja, hogy ezügyben is megoszlik majd a közvélemény véleménye. Tehát aki Orbán Viktor híve, nyilván azt mondja, micsoda disznóság, hát mi közük hozzá. Aki pedig az ellenzékihez tartozik, az meg lehet, hogy felháborodik azokon, amiket önök kikutatnak ilyen módon. Hát ez lehetséges, persze. De ez már nem az önök ügye. Igen. Köszönöm szépen, hogy mesélt erről.